Az első feladat... 5 diák ABCDE elmegy moziba, és egymás mellé kapnak jegyeket. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé? Az nagyon egyszerű, 5 diák 5 faktoriális féle sorrendben ülhet le egymás mellé, de ezt úgy is megoldhatjuk, hogy lerajzoljuk ezt az 5 helyet. Az első helyre bármelyik ülhet az 5 diák közül. Ha egy már leült, akkor a második helyre 4 diák ülhet. Méghozzá ez nem egyszer 4, hanem bármelyik első helyre ült 5 diák esetén 4 második diák lesz. Tehát ez már 5x4 eset. Ugyanemiatt kell a következő 3 diákkal ezt megszorozni még. Itt már csak 2 diáknak van helye minden esetben, itt meg már csak egynek. Így jön ki az 5 faktoriális. B feladat. Ja, az 5 faktoriális egyébként számológépe vagy fejben kiszámolható, hogy 120. Szöveges választ most nem írok, azt mindenki meg tudja fogalmazni. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé, ha A és C mindenképp egymás mellé szeretne ülni? Ha két diák egymás mellé szeretne ülni, akkor képzeletben ragasszuk őket össze, képzeljük őket egy sziámi ikerpárnak, tehát egy embernek képzeljük őket, és rajtuk kívül ugye van még a többi ember, aki bárhova ülhet, B, D, E. Tehát itt van egy dupla emberünk, és még három, az összesen 4 emberünk van, 4 embert kell egymás mellé leültetni. Ugyanez a rubrikás módszer alkalmazható, hogyha láttakarjuk ezt az ötöst, tehát 4 faktoriális jön ki. Igen ám, de az AC emberpárt nem csak AC sorrendben lehet képzeletben összeragasztani, hanem CA sorrendben is. Ez esetben is 4 faktoriális féle sorrendjük van ennek a 4 embernek, melyek közül az egyik ilyen összenőtt. Tehát összesen 4 faktoriális meg 4 faktoriális, azaz 2x4 faktoriális eset van. A 4 faktoriális könnyenét kiszámolható, hogy 4x3x2x1, tehát 24x2 az 48. 48 ilyen eset van. C feladat. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé, hogyha A és C semmiképp sem szeretne egymás mellett ülni? Az A feladatban kiszámoltuk, hogy hány eset van összesen. A B feladatban kiszámoltuk azt, hogy hány esetben ül A és C egymás mellé ebből a 120 esetből. Ebből a 120 esetből 48 esetben ülnek A és C egymás mellett. Akkor hány esetben nem ülnek egymás mellett? Az összes többi esetben, vagyis 120-ból 48, azaz 72 esetben. Most ezt csak ilyen röviden írtam le, de egy dolgozatban persze ezt valahogyan le kell írni, vagy szövegesen így, ahogy most elmondtam, vagy pedig külön kiszámolni ezt az A részt, ezt a B részt, ha ott éppen nem kérdezik, és akkor utána megindokolni, hogy miért kell kivonni. D feladat. Az 5 diák mozi után cukrászdába megy, és egy kör alakú asztal köré ülnek. Hányféleképpen foglalhatnak helyet? A kör alakú asztal abban különbözik a egymás mellé egyenes sorban üléstől, hogy például A, B, C, D, E sorrendben ülnek ezek a diákok, akkor hogyha mindenki egy helyen jobbra csúszik, tehát itt lesz az A, itt lesz a B, itt lesz a C, itt lesz a D, itt lesz az E, az nem számít más esetnek. Itt viszont, ha mindenki egyel jobbra csúszik, az más esetnek számít. Hányféleképpen csúszhatnak arrébb a kör alakú asztalnál úgy, hogy az ne számítson más esetnek? Ötféleképpen. Mert vagy ide kerül az A, vagy ide, vagy ide, vagy ide, vagy ide. És a többi meg hozzá képest ugyanazon a helyen van. Tehát mindig ugyanazok a szomszédok. Ami azt jelenti, hogy ezt az 5 faktoriálist el kell osztani 5-tel, mert az 5 arrébb csúszás helyett csak egy esetnek kell ezeket számolni, tehát az ötöd része lesz az 5 faktoriálisnak az itteni esetek száma. Na most, ha 5 faktoriális leosztjuk 5-tel, akkor ha ebben a szorzatban az 5-ös
letakarjuk, látjuk, hogy 4 faktoriális marad, tehát ennek a feladatnak az eredménye 4 faktoriális, tehát 24. Kettes feladat. Matekból, irodalomból, történelemből és informatikából kell házi feladatot készítenem. Hányféle sorrendben tehetem ezt meg? Most már csak röviden mondom, 4 házi feladatot kell megoldanom egymás után, tehát 4 dolgot kell sorba rendeznem. Ez az előző feladatból is kiderült, hogy 4 faktoriális féleképpen lehetséges, tehát 24 az eredménye ennek a feladatnak. Hármas feladat. 6 lány és 5 fiú együtt megy el a színházba. A jegyek egymás mellé szólnak, hányféleképpen ülhetnek le? Ez az A kérdés. Semmiféle kritérium nincsen az A kérdésben, hogy ki mellé ülhet, bárki bárki mellé ülhet, tehát ebből a szempontból nem számít, hogy ki milyen nemű, tehát 11 gyerek van, 11 gyerek 11 faktoriális féle sorrendben ültethető le, ami könnyedén kiszámolható. Ez 39.916.800 féleképpen lehet. Egy dolgozatban természetesen nem elegendő csak az eredmény közlése, hanem vagy szöveggel, valamilyen, vagy valamilyen ábrával más módon meg kell indokolni. B. Hányféleképpen foglalhatnak helyet, ha fiú fiú mellé, lány lány mellé nem ülhet? Ami azt jelenti, hogyha lerajzolom, 11 gyerek van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha fiú fiú mellé, lány lány mellé nem ülhet, tehát váltakozni kell a nemeknek, az azt jelenti, mivel lányból van több, lányjal kell kezdeni, utána fiú jön, és így tovább, és az utolsó is lány, lány fiú, lány fiú, lány fiú, stb. Az első helyre lánynak kell lenni, 6 lány van, tehát 6 lehetőségünk van. A második helyre fiúnak kell ülni, 5 fiú van, tehát 5 lehetőség van. Egy lány már leült, tehát ide már csak 5 lány marad. Egy fiú már leült, tehát ide már csak 4 fiú marad. És így tovább, a végén már csak 1 fiú marad és 1 lány. A lányok esetei, tehát 6, 5, 4, 3, 2, 1, tehát 6 faktoriális, a fiúk esetei 5 faktoriális, tehát az eredmény 6 faktoriális szor 5 faktoriális. Ennek az értékét számolja ki mindenki számológéppel. 4 házaspár lép be egy szobába, az ajtón egyszerre legfeljebb egy ember tud belépni. Hányféle sorrendben juthatnak be a szobába? Itt sem határozták meg, hogy ki után jöhet, bárki bárki után jöhet, tehát a 4 házaspár itt ebből a szempontból 8 embernek számít, nem érdekes, hogy kikinek a felesége, kikinek a férje, tehát 8 ember. 8 ember hányféle sorrendben juthat be egy szobába, hányféle sorrendben ülhet le, teljesen mindegy, 8 faktoriális. N féle dolognak N faktoriális féle sorrendje van, hogyha azok a dolgok különbözőek. Ez volt az A kérdés. B kérdés, hányféle sorrendben mehetnek be, ha két egymás követő belépő ember csak különböző nemű lehet. Tehát férj-feleség, de nem feltétlenül a saját házastársa. Hát ez hasonló az előző feladathoz. 8 emberről van szó. Vagy nő kezdi, vagy férfi. Kezdje például nő. Akkor utána férfi, nő, férfi, nő, férfi, nő, férfi. Hány nő van? 4. Hány férfi van? 4. Itt már csak 3 nőnek van lehetősége, mert egy már bement. Hasonló az előző logikához, úgyhogy nem húzom, halasztom. Itt 3, tehát az azt jelenti, hogy 4 faktoriális szor 4 faktoriális az eredmény. Tehát 24-szer 24. Ez 576. Most meg kell vizsgálni, mi van akkor, hogyha férfival kezdünk, akkor ugyanez a helyzet, csak a betűk fölcserélődnek, a számok ugyanazok. Tehát az 576-ot meg kell szorozni 2-vel, és ez lesz az igazi végeredmény. 1152.
C kérdés. Hányféle sorrendben mehetnek be? A nő az első, és minden nőt a férje követ. Tehát nő és a férje. Hány nő van? 4. Hány férje van minden egyes esetben annak a bizonyos nőnek? 1. Minden egy esetben 1. A következő már csak 3 nő lehet, de mind a háromnak ugye megint csak egy férje van. Tehát itt mindig van egy hölgy, akkor utána már egyértelmű, hogy melyik férfi fog bemenni? A férje, abból csak egy van mindig. Itt 2 nő van, neki is csak egy férje, itt pedig csak az utolsó nő marad, és az ő férje. Ezt jól megnézzük, az egyeseket nem kell nézni, 4×3×2×1, tehát 4 faktoriális. Azaz 24. 5-ös feladat. András, Balázs, Csaba, Dénes, Endre és Ferenc egy koncerten egymás mellett foglalnak helyet. András és Ferenc úgy döntenek, hogy egymás mellé ülnek. Hányféleképpen ülhet le a társaság? Tehát egymás mellett ülnek. 6 vannak. És 2 úgy döntenek, hogy egymás mellett ülnek, tehát őket gondolatban összeragasztjuk és egy embernek tekintjük. A többiek B, C, D, E. Még külön embereknek számítanak, tehát összesen 6 ember helyett most 5 emberről van szó. Tehát nem is 6 rubrikát, hanem csak 5 rubrikát kellene rajzolni. Az első helyre bárki ülhet az 5 közül, stb. Stb. 5 faktoriális eset van, de hogyha AF másik sorrendben ül, tehát FA sorrendben, akkor szintén 5 faktoriális, tehát abból 5 faktoriális szor 2, tehát 240 lesz. B kérdés. Hányféleképpen ülhetnek le, ha András és Ferenc nem akarnak egymás mellett ülni? Teljesen hasonló az egyes feladatban levő szituációhoz, amikor a B feladatban egymás mellett szeretett volna ülni, két ember, a C-ben pedig nem. Az összes eset itt ugye 6 faktoriális, mert 6 emberről van szó, levonjuk az előző feladatban kiszámolt esetet, amikor egymás mellett akartak ülni, és a maradékban nem fognak egymás mellé ülni. 6 faktoriális az 720, ebből levonjuk a 240-et. Az 408 van. Koncert után beülnek egy étterembe, ahol kör alakú asztalnál vacsoráznak. Hányféleképpen foglalhatnak helyet, ha bárki mellé ülhet? Kör alakú asztalnál azt tapasztaltuk az egyes feladat D pontjában, hogy a faktoriálisok száma egyel csökken. Tehát a 6 faktoriális helyett 5 faktoriális lesz, ez az eredmény. Hányféleképp foglalhatnak helyet, ha András és Ferenc még mindig nem szeretnének egymás mellett ülni? Könnyebb megnézni azt, hogy hányféleképpen tudnak egymás mellett ülni, vagy AF, vagy FA sorrendben. Itt is alkalmazzuk az összeragasztós módszert. Az AF-en kívül van még a B, C, D, E emberek, meg itt is. Ami azt jelenti, hogy itt is 5 ember, itt is 5 ember, de kör alakú asztalnál egyel kevesebb a faktoriálisok száma, tehát itt 4 faktoriális, 4 faktoriális, összetesen 4 faktoriális szor 2. Féle esetben ül egymás mellett András és Ferenc a kör alakú asztal körül. A kör alakú asztal körül ez a 6 ember ugye egyel kevesebb faktoriális, tehát 5 faktoriális feles sorrendben ülhet összesen. Ha ebből levonjuk ezt a 4 faktoriális szor 2 esetet, amikor András és Ferenc egymás mellett ülnek, akkor a különbség megadja, hogy hány esetben nem ülnek egymás mellé, ez 120-ból 48, vagyis 72. E feladat. Hányféleképp ülhetnek le az étteremben, ha András, Balázs és Csaba valamilyen sorrendben egymás mellett akarnak ülni? Tehát most Andrást, Balázst és Csabát ragasztjuk össze gondolatban, például ABC sorrendben, rajtuk kívül még 3 ember van, összesen 4 embernek tekinthető, de kör alakú asztalnál egyel kevesebb a faktoriálisok száma, tehát ez 3 faktoriális féle eset. Az ABC 3 embert viszont nem csak ABC sorrendben lehet összeragasztani, hanem bármilyen sorrendben,
hányféle sorrendje van három embernek? Három faktoriális. Tehát ez a három faktoriális féle eset, ez három faktoriális szor fog bekövetkezni. Tehát a három faktoriálist meg kell szorozni három faktoriálissal, ami 6x6, azaz 30.